Sziasztok! A 2020. 11. hó 10-i kiállítás megnyitó kapcsán beszélek most. Ilyet én is tudok címszóval. Ez volt a kiállítás címe. 10 és 14 év közötti gyerekek az Üllői Árpád Fejedelmátos iskola tanulói készítettek absztrakt festményeket. Ezek az absztrakt festmények 50x70, illetve 35x50 cm-es méretbe készültek. Jellemzően akril festékkel, illetve egyéb vegyes technikákkal. Hát, izgultunk. Sajtos Néülei Andrea volt a felkészítő tanárnőjük gyerekeknek. Általában ő volt az, aki végigkísérte a képeknek a fejlődését, készülését, illetve ő segített abban, hogy újra javítsák, vagy kiegészítsék ezeket a képeket. Hogy miért izgultunk a tanárnővel? Hát azért, mert absztrakt képet festeni egyáltalán nem olyan egyszerű, mint amilyenre gondoljuk. Ugye, és a címe is innen jött, hogyha elmegyünk egy galériába, mondjuk én már nem, de a többiek, vagy sokan, akkor nagyon sok absztrakt kép előtt megállunk, és azt mondjuk, hogy ilyet én is tudnék. Az igazság az, hogy nem. Mivel ugye az absztrakt képeknek, tehát ahhoz, hogy egy festőművész eljusson egy absztrakt képhez, ahhoz több fázison kell keresztül mennie. Jellemzően minden festő megtanul rajzolni, aztán megtanul rendesen festeni, tehát realista képeket csinálni. És egy folyamaton, az lehet rövidebb vagy hosszabb, de egy folyamaton keresztül eljut arra, hogy megérjen benne az, vagy megérik benne az, a vágy, hogy elkezdjen absztrahálni. Kezdje átalakítani a körülötte lévő világnak a megfestendő részét, és itt már ez egy komoly probléma lehet. És ugye mi ezt a folyamatot nagyon lerövidítettük a gyerekekkel, hiszen ők még csak most kezdenek tanulni rajzolni és festeni, nem is biztos, hogy művészi vágyakkal. És ezt csak azt mondtuk nekik, hogy oké, akkor találjanak témát, egy érzést, egy gondolatot, és fessék azt meg úgy, hogy nem festenek semmiféle tárgyasult formát, sem embert, sem állatot, sem fát, sem napot, sem csillagokat. Tehát, hogy próbálják absztrakt eszközökkel megvalósítani ezt. Nyilván ezt kaptak szóbeli segítséget elsősorban, és innen kellett valamit alkotniuk. Ami erősen meglepett, amikor már fölraktam a képeket a galériába, hogy mennyire jól sikerültek ezek a képek. Tehát mondtam ezt, hogy a 99,9%-a teljesen simán megfelel az absztrakt kép elvárásainak és fogalmának. És igen. Tehát ez egy nagyon jó kiállítás lett. Igen, hát átugrottam egy csomó gondolatot a fejembe, elnézést.
Tehát ez egy nagyon jó kiállítás lett, nagyon jó a hangulata, összképbe is, és egyénileg is, egy-egy képen. Akik adtak címet a képeknek, ugyanez a kisebbség volt, tehát 12-13 gyerek, azok nagyon kis frappáns címeket adtak neki, nem is közhelyszerűek, nem ilyen limonádészerű, hanem úgy elvont, kicsit metafizikai, kicsit spirituális, kicsit regényes, tehát mindenféle. Én azt gondolom, hogy itt nagyon büszke lehet mindenki magára, mert egy olyan technikába, egy olyan képalkotásba léptek bele és vitték véghez, ami azért komoly kihívás volt. Sajnos ez a kiállítás megnyitó elmaradt az ismert vírus helyzet miatt, de reméljük azt, hogy valamikor kicsit később, talán tavasszal, azért ennek adhatnánk egy hivatalosabb formát, egy ünnepélyesebb formát. Meglátjuk. Mindenesetre mindenkit arra biztatok, hogy nyitott szívvel, és jöjjön el megnézni a kiállítást. Az alkotókat azért, hogy lássák egybe az összeset, meg azért egy saját festményt falon látni, az mindig egy nagy élmény. Így egybe a teljes kollekciót megnézve pedig egy szinte már erősen katartikus élmény lehet. Akik nem az alkotók, hanem szülők, rokonok, barátok, csak érdeklődők, azoknak is érdemes eljönni, hogy megnézzék azt, hogy ez a 10-től 14 éves korosztályig mennyire kreatív tud lenni, mennyire tud elvonatkoztatni az egyébként korosztályi sajátosságú realitásukhoz képest. Mindenkit szeretettel várunk. Itt a Hüllőn, a Városházán, a Városház galériába. Ezt kis csoportokba, 1-3-4-5 ember maximum megteheti. Maximum a többiek kint várnak. De ne hagyják ki.